Sziasztok! Itt vagyunk Alsónévedi Traktorfesztiválon. Most érkeztünk, úgyhogy most megnézzük a traktorokat. Szerintem kezdjük az elejéről, nem? Aztán kíváncsi vagyok, hogy a batatanya meglát-e minket. Csőke farmos pólóba vagyunk. Még most fognak elkezdődni a versenyszámok, úgyhogy nem vagyunk késésben, 10:30 van. Köszönöm. Egész jó idő. Igen. Most fogják mire veretni még. Igen. Rajtvonalon, majd mutatjuk a csoma, és amikor végeztek a pályáról a címnél, a két számokkal között térjenek ki a pályáról, amikor így játszanak. Ne vagyok koroljatok, ne légy szíves. Most nem a pontosan a számot a pályán, akkor rájban egy feladat van? Hát van egy, kettő, azt hiszem három. Valószínűleg, hogy ezt az alsónévedi traktor fesztiválos pólót is a... Azt meg lehet rendelni. Igen. Hát valastom a neten. Igen? Igen. Na eddig te szerinted melyik traktort vinném ebből a sorból? Hát azt a nagy John Deere-t. Azt az eres John Deere-t, igen. Azt a nagy John Deere-t, igen. Hát a többit mit mondott az illés? Ott van a... Ott van a... Öt. Itt ez. Látod? A többi csak reklám traktor. Igen, marában. Azt a mindenit. 50-esek meg. Nem is, az 82-est túráztattak most kicsit. Igen. Gyerekek nagyon élvezik. Mászkán. Mászkálnak ám befele, meg kifele. Úgy sem megyünk sehova, minek üljenek. Jaj, de jó, Katatanya, figyeljétek a kicsit. Katatanya, milyen aranyos. Azt a mindenit, gyerek! Ilyen kéne nekünk határba egy. Egy ilyen a határba? Igen. Hát nem is tudom. De lesz kerekes. Na jó, olyan... Hú! Olyan orosz. Hát igen, úgy látszik itt is a határba használják. Lesz. Jó saras! De jó! De lehet. Köszönöm.
Hát itt nem nehéz elkaparni. És ott a királydényét összeszedni. Igen, az van. Azt tényleg van. Előbb én csodálkoztam, hogy én nem kaparok-e, azt nézem a telepjáról. Hát azért, mert tele van királydényével. Igen. Na menjünk, nézzünk meg körül. Kézzel azt hittem, hogy anyu. Rákos palota. Asszonynő. Mondjuk én azért adtam volna ennek egy nehéz hengert. Nem így hagytam volna. Igen, mert olyan jó kis süppedős a talaj. Aha. 6630. Ez egy nagyon nem ilyen. Azt nézzük már meg, ez nem tudom ilyen. Oda a nagy gyakorlása van. Kiveszik a csomagot, és akkor elviszi oldalra. Én is így fogom megcsinálni. Akkor nem kell levenni a csomagot. Tanult a pár megint egy jobb dolgot. Mindig tanul az ember, nem? Csőke, úgy van. Hello. Hello. Fiatal kisgyerekek. Azt a mindenki. Szomszéd tanyásunknak a ferguzonja.
ott a virágkot rakom benne a nagy műhelybe. Szétszettem úgy, hogy akkor csinálj, de nem szettem. Most az utóbbi 4 évben már nem kellett javítani a kombányt, de előtte gondolod el, amikor ott állunk a kapuba 10-en, egy-egy évvel letettem az állatokat, és tudod, hogy még 3 óra össze kell javítani a kombányt, de már itt áll a tehera, úgy gondolod az emberek. Sőt, volt olyan, hogy a földén ugye járok át, ugye vágom az ügyről keresztül, de legtöltés ugye arra tudom, nagyon nagy gyert, 100-200-200 keresztül jönnek itt, és mondja, hogy de már annak ugye ügyvédő szeretet, és ugyanában azt is szeretném, hogy nekem olyan gyertelen hatást van, hogy olyan kompány nincs, hogy beszélek a feltudomolt egy olajnyomás tehát teljesen mindegy, hogy MTZ, John... Egy kis gyorsasági versenyt jelentkezik, Tori Balázs! Elgondoltok a választás, már olyan kicsit jár. Na gyerünk, Pazsi, nyomját neki! Ez volt egy ilyen
beszélget. Na, számunkra véget ért a Traktor Fesztivál. Haza kell menni, ugye meg kell itatni az állatokat, nagyon meleg van. Úgyhogy már így is legalább, nem tudom, 3 óra körül van. De jól éreztük magunkat, a batatanyással, katatanyással találkoztunk. Sokat beszélgettek Attilával, ugye én közben videóztam, úgyhogy hol ott voltam, hol a traktorokat videóztam. Nagyon aranyosak, úgyhogy remélem még fogunk velük találkozni. Ahogy kiderült, nem is lakunk egymástól messze. Úgyhogy ettünk, ittunk, így van. Úgyhogy... Szuper volt. Jól alakult a napunk. Csak ugye hát az állatok miatt haza kell mennünk, meg kell itatni. Nagyon meleg van. Na, úgyhogy további szép napot mindenkinek. Sziasztok!